2016. június 4-én Kengyelen az összetartozás napján emlékeztek a trianoni békediktátum 96 éves évfordulójára. A műsorban közreműködtek a kengyeli Kossuth Lajos általános iskola diákjai, Csige Magda, Molnár Péter és a Gittegylet zenekar. A megemlékezés után Szűcs Miklós vezetésével táncházban vehettek részt az érdeklődők. Június 4-e, mint minden magyar településen is, így Kengyelen is, a Nemzeti Összetartozás napja, erre emlékeztünk. Viszont a táncház, amely gyakorlatilag minden hónapban a Nemzeti Kulturális Alappályázatán egy sikeres sorozat itt nálunk, ezzel összeért a mai rendezvény. Ráadásul meglátogatott minket egy esztergomi nyugdíjas klub, amelynek vezetője Kengyelről elszármazott hölgy, Ladányi Rózsika, és így együtt velük emlékeztünk, illetve a táncházban is együtt veszünk részt a Őszi Rózsa nyugdíjas klubból, akik viszont a házigazdái a Gittegylet zenekarral ennek a rendezvénynek. Nagy Szilárd polgármester a T1 televíziónak elmondta, hogy a nyáron, illetve szeptemberben a Büszke Vidék Fesztiválon is színes programokkal várják a Kengyelről elszármazottakat és az érdeklődőket. Most is, mint minden évben a Büszke Vidék Fesztiválon és a Kengyelről elszármazottak találkozóján fogunk majd egy, hát reményeim szerint egy olyan fesztivál szervezni, amelyre még nem volt példa Kengyelen. Természetesen ez függvénye annak, hogy a beadott pályázatok hogy szerepelnek, de ha már az egyik nyer, akkor azt gondolom, hogy egy olyan emlékezetes hétvégét fogunk újra a helyieknek és az elszármazottaknak prezentálni, amelyre nem volt még példa. Addig is természetesen itt van a nyár előttünk, amely Kengyelen csendesnek ígérkezik. Két fő pillére van, ez pedig a labdarúgó Európa-bajnokság és az olimpia. Természetesen az óriás kivetítőkön, úgy a parkban, mint a művelődési házban ezekre koncentrálunk, illetve erőt gyűjtünk a már említett szeptemberi fesztiválra, amelyre ezúton is szeretnék mindenkit meghívni. És nagyon bízom benne, hogy folytatódik az a hagyomány, és több százan látogatnak haza az elszármazottak Kengyel településre. Ez az igazi motiváció ezen a rendezvényen.